1995 decemberében játszottunk együtt, ők voltak a vendégzenekarunk egy ilyen kis lemezbemutató koncertünkön a Lány Művelődési Házba, és akkor még három gitáros volt, akkor még azt hiszem az Andy is gitározott, és hát akkor indult nagyjából a heveny, és hát ilyen azt mondja, a legjobb gitárzenekar, és hogy nagyon jó, és akkor úgy megláttuk egymást, hogy viszont gyorsan felfutott a zenekar, viszont gyorsan elkezdtek róla beszélni, de ez mondjuk ez általában így van Pesten. És ha van egy évkézláb produkció, akkor azt így gyorsan elmegy, annak gyorsan elmegy a híre. A Heaven Street 7-ről azt kell tudni, hogy szerintem ők a egyik legbarátságosabb zenekar. Tehát soha nem hallottam még őket fikázni nagyon senkit. Egy ilyen nagyon kedves, meg jóindulatú társaság. Például a Gyuszi bácsi utoljára is megmentett bennünket Pakson, amikor elfogyott a benzin. Csak boldog akarok lenni, ezzel nem tehet senki. És ezen kívül, és ezt mindig mondom a Krisztiánnak is, hogy elvenyve azt szeretem, hogy ők az egyetlen olyan magyar zenekar, akiknek szinte bármelyik lemezét veszem elő, végig tudom hallgatni, és szórakoztató. Tehát vannak olyan zenekarok, akiknek vannak olyan dalaik, amiket jobban szeretek, de úgy egész évben már az, hogy az ember nem bosszantja föl magát valami, már az is tök jó. És ők az a zenekar, akit otthon is szeretek hallgatni. Nyilván az első, az mindenki egy talán az a darazsos lemez ugrik, de az 99-es, és hiszen én a lemez címeket nem tudom, azt gondolom, valami cukor vagy valami ilyesmi lehetett. Hát az ugye tele volt slágerekkel. Sajnálom, ez biztos valami. És aztán utána a következőket is így volt, az a kisfilmek a nagyvilágból, azt is úgy bírtam, az utolsó lemezen is van egy pár szám, amit bírok, az előzőn is az a teás, tea, kávé, cigaretta, vagy mit tudom. Úgyhogy ne, igazából nincs is olyan, majdnem mind, pont az a jobban, hogy majdnem mindegyiken van egy legalább a fele az ilyen jó erős, és a többi se ilyen kibírhatatlan. Tehát, ritkán születnek, főleg az utolsó 10-15 évben ilyen izmos albumok, amiket ugye egy az egyben meg lehet hallgatni, és a Heaven miatt egy ilyen üdítő kivétel. Nem tudok olyan magyar zenekart, amelyik előkapnám a lemezét, és azt mondom, hogy ez is tetszik, ez is tetszik. Átlagban a Heaven a legjobb.